Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősséggel tartozunk a hazánkért és benne minden egyes településért. Így kezdődik az adósság átvállalásról szóló bizonyságlevél. Hétfőn adta át a dokumentumot Hende Csaba miniszter, Puskás Tivadar polgármesternek. 2002 és 2010 között megtisztszerezték az akkori városvezetők Szombathely város adósságát. Mintegy 18 milliárd forint adóssággal vette át az új városvezetés 2010 őszén a kormányrudat. Puskás Tivadar polgármester úr vezetésével nagyon sok pénzt visszafizettek a bankoknak, de így is jelentős összeg maradt fent, több mint 15 milliárd forint. A kormány határozatával ezt az adósságtömeget vállalta át a várostól. A város erőfeszítéseit, saját erőből történő adósságtörlesztését is elismerte a kormány azzal, hogy 800 millió forintot is kapott Szombathely a kormánytól, hangsúlyozta Hende Csaba. Puskás Tivadar polgármester kiemelte, azzal, hogy nincs adóssága a városnak, Szombathely számára megnyílt az út a fejlesztések előtt. Megújulnak különböző pályázati lehetőségekkel városrészek, ezen kívül 500 millió forint jut útfelújításokra, 500 millió forint jut hídfelújításra. Tömbelsőket újítjuk fel, a sportházat újítjuk fel, több mint 200 millió forintos önkormányzati önrésszel. Olyan dolgokat tudunk megtenni, amelyekre eddig nem volt lehetőség. A kormány összesen több mint 1000 milliárd forint adósságot vett át az önkormányzatoktól.